Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, és hiába ilyen novemberi zimankónk van, még tovább tudom rontani a kedveteket. Mert mire számíthattok ma? Itt ez Karigeri végvergődése a fővárosi közgyűlésben. Bocsánat, 29-es napirendi pont volt. Előkerült Dobrev Klára, bár ne tette volna. Nem hagyjuk, hogy Orbán kivegye az uniós támogatásokat a tisztességes magyar emberek zsebéből. Az MSZP szerint is gond van a karácsonnyal. Orbán Viktor el van varázsolva. Valamint itt lesz Cseh Katka, aki Brüsszelben hazát árult. Was brutally and repeatedly beaten by her partner. Ismét, tartsatok ma is velünk! Borzasztó hazugság spirálba keveredett a szerdai fővárosi közgyűlésben Karácsony Gergely főpolgármester elvtárs. Laci papával néztük a tévét, fogtuk egymás kezét és sírtuk. Belenézett a szemembe, és tudod, mit mondott nekem? Te leszel a legjobb kommunista Magyarországon. Azért eddig is elég komoly volt a lejtmenet, most azonban sikerült még egy fokozattal lejjebb kapcsolnia a foghíjas sunyogónak. Szégyenetes, hogy Budapest élén olyan ember áll, aki egyszerűen képes a saját lebukását is másokra kenni. Tudjátok, hogy van ez, mint az oviban, amikor bekakil a kisgyerek, és rámutat a mellette elóra, hogy ő volt. Fingottam egy nagyot, és közben bement a sportcsoki. Karácsony Gergely itt tart, úgyhogy biciklivel vagy bicikli nélkül szükség van már arra a pihenőre, Karigeri. Nyilván nagyon szeretnék, hogyha eladó lenne a városháza, hiszen meg akarják venni. A probléma az, hogy mi nem akarjuk eladni. A kelleszt is kítem. Kit? Polgármestert. Értem, hogy ez nagy probléma, de nem a mi problémánk, hanem az önöké. Azt is mondhatnám, hogy nincsen városháza ügy, elmondom, hogy milyen ügy van. Az ügy, amelyel szemben állunk, az a NER és az orosz titkosszolgálatok beavatkozása a magyar választási kampányban. Látjátok? Az ilyen pasasokat komázom, mint ez, egy buldózer, gátlástalan. Nem gondol rá, hogy porbafingó, hogy seghülye, hatalmas szarkupac, nem. Azt történik Magyarországon, ami sajnos Európában és sőt az Egyesült Államokban is megtörtént, hogy az orosz politikai érdekek mentén megpróbálnak beavatkozni belpolitikai ügyekkel a kampányba. És nem szívesen emlékeztettem önöket, de tulajdonképpen én még viszonylag jól jártam tekintettel arra, hogy tavaly ilyenkor a prágai főpolgármestert rendőri védelem alá helyezték, mert félő volt, hogy az orosz titkosszolgálat megmérgezi. Ehhez képest én még viszonylag jól állok, csak egy ilyen kamu botránnyal kell megküzdenem. A pofád, a nagy, ostoba pofád, ha rád nézek, olyan, mintha Isten épp sugárba hányna, pont a szemembe. És ez fáj. Kamu botránnyal. És persze orosz titkos szolgálat. Azért figyelitek, még ő van megbántva ezek után, hogy róluk derülnek ki ilyen dolgok. Ő van megbántva. Tudom, hogy sokan vagytok, akik meglapogatnátok barátian egy szívlapáttal Karácsony Gergelyt, de tudjátok, hogy az erőszak nem megoldás semmire. Figyeljétek inkább Láng Zsoltot, a Fidesz budapesti elnökét, hogy verbálisan hogyan intézi el vackorba harapott sunnyogó kis főhősünket. 3 hét telt el azóta, hogy az első hírek kijöttek a Városháza eladásával kapcsolatban, és onnan, ahol 3 hete tartottunk, hogy főpolgármester úr szerint ez egy fake news, az újságírók hazudnak, és egyébként is szó sincs semmiről, ahhoz képest most 3 hét múlva ott tartunk, hogy szerintem a jelen pillanatban a legbotrányosabb ügy ma a magyar politikában. És persze menekülhet előre főpolgármester úr, hiszen menekül ez a beszéd, amit most elmondott. Ez egy menekülés. Ja, Istenem, adjuk már ezt a hülyeséget tényleg. Riogathat minket az orosz titkosszolgálattal, a kis űrlényekkel, marslakókkal, mindenki magát akarja bántani, és a Fidesz kormány szövetkezett a világgal ellenem. Mondhat bármit egyébként, csak már lassan a szavát nem hiszük el, mert önmagával keveredik napról napra ellentmondásokba. Egyébként pedig azt szeretném önnek jelezni, hogy ennek az ön által említett orosz oligarchának a lakására nem a Fidesz frakció ment el tárgyalni, hanem Bajnai Gordon, a szocialista kormány volt miniszterelnöke. Ő ment föl ehhez az emberhez, és ő tárgyalt vele, és ő tárgyalt ilyeneket, amiket a hangfelvételen hallhatunk. Úgyhogy ez kár lenne elkenni. Szégyelje magát! Nincs más mondani valója! Van esetleg törlőkendője? Így is jó. Nekem jó a celofán is. Ja, bocsánat, főpolgármester úr, itt a bicikli, menjen, parancsoljon. De nem jön.
Nem jön, mert neki még dolga van, pedig elbújdoshatna a francba. Mert valóban kinek a haverja a Bajnai Gordon? Talán ezt még Karigeri se tudja Orbán Viktorra fogni, bár amikor a barom, az biztos, hogy megpróbálja, és menekül tovább. Ők még a csillagot is letagadják az égről. És most nézzetek meg egy apró jelenetet arról, hogy mi van akkor, hogyha az újságírók megkérdezik Karácsony Gergelyt, hogy éppen mi történik itt ebben a kedves kis fővárosban. Nos, tudjátok, ő mindig válaszol. Főpolgármester úr, jó napot! Milyen korrupciós modell működik a városházban? Főpolgármester úr, miért hergeli csődhelyzettel, állítólagos csődhelyzettel az embereket? Semmilyen választ nem fogadni ma? Melyik ügy a legkelemetlenebb? Úgy látszik mindegyik. Tényleg képes leállítani a tömegközlekedést? Karácsony úr, az ön ingatlanosa mennyi jutalékot kap? A szentségét! Annyi zsetonod van, mint szaron a légy! Na ugye, hogy ilyen a nép igazi barátja, aki soha nem hagy kétségek között, aki kimerítő választ ad. Ez Karácsony Gergely, aki megnyitotta a nép előtt a városházát és parkolóhelyet, parkot csinált belőle. Ő az, aki most is csak akkor nem válaszol, ha Kaki kerül a küllők közé. Kaki papa egész nap gürizett. Munkáltatója azonban nem becsüli meg. A vád fizetés emelés ma is elmaradt. Utazzon a nagy kanálisba. Rettenetes bűz, váratlan látnivaló. Több millió kula nem tévedhet. Ez pedig minden nap megtörtént. Na nézzünk még egy apró pengeváltást Karácsony Gergely és Ránk Zsolt között, ugye drukkoltok Karigerinek. El szeretném mondani, hogy bizonyos szempontból egy politika történetű jelentőségi döntésre készülünk, hiszen a Fővárosi Önkormányzat vizsgálóbizottságot állít fel egy olyan ügyben, ami nem történt meg. Ekkora barmot! Faszom! Hamis látszatot kelt, félelmet mutat, álszent hazug és képmutató előterjesztés. Egyszerűen vérlázító, amit csinál, és nem tudom, meddig tudja csinálni, hogy mint egy demokrata, kedves, megtámadott ember végtelenül cinikusan tulajdonképp folyamatosan átveri a közvéleményt és minket is. Tudom. Én is szorítottam. De ebből megint nagy pofára esés lett a demokraták királyánál. Karigeri is zsákutcába került úgy, ahogy Dobrev Klára és a DK. És emlékeztek? A bolgár kisegér... A jó gangster paráználkodik. De mostanában nem nagyon szerepelt. Na most végre újra előkerült, és éppen a panelban lakókat hergelte. Mára bebizonyosodott, hogy az Orbán kormány meg akarja akadályozni az önrész nélküli panel és társasház felújítási programot, amiről olyan sokat beszéltünk. És mindezt azért, hogy az Európai Uniós támogatásokat továbbra is saját családtagjai, oligarchái gazdagodására tudja fordítani. Az elmúlt években megtanultuk, csak azok az értékes Európai Uniós támogatások, amelyek közvetlenül az embereket szolgálják, és nem azok, amelyeket Orbánék ellopnak. Te álszed, picsa! Orbánék tétlensége az épületfelújítások terén különösen érthetetlen, hiszen Magyarországon az épületek a legnagyobb energiafogyasztók. A valódi rezsicsökkentést ezekkel a felújításokkal lehetne garantálni. A demokratikus koalícióban mi hosszú idő óta beszélünk arról, hogy hogyan lehetne egyszerre energiabarát és szociálisan érzékeny módon felhasználni az uniós forrásokat. Felháborítónak tartom, hogy miközben Orbán folyamatosan a péntek reggeli propaganda interjúiban válogatott szidalmakkal illeti az ellenzék energiapolitikáját, valójában ismét ő az, aki csúfos kudarcot vallott. Megváltozta. Búva baszott pina lettél. A DK szerint egyértelmű. A valódi rezsicsökkentést átfogó, az uniós támogatásokból megvalósítható és önrész nélküli panel és társasház felújításokkal lehetne elérni. Van azért annak egy ótvaros bája, amikor Gyurcsány felesége beszél a valódi rezsicsökkentésről. Emlékeztek ugye, hiszen Gyurcsány Ferenc volt az, a szemkilövető, aki gusztustalan uralma alatt 30%-kal emelte kezdésnek a gázt és majdnem 15%-kal a villany, de András miért pont Gyurcsány nevénél kell elkalandozni? Ezek fontos dolgok. Na, folytassuk inkább. Nem lesz lakossági gázáremelés. 5000 forinttal kell majd többet fizetnie a gázért egy 50 négyzetméteres lakásban élő családnak. És nem ezt mondtuk? Lett lakossági gázáremelés?
Gázáremelés, villanyáremelés, jövedelemadó emelés, áfa emelés, járulékemelés és új adók. Akkor újra kérdezem tőle, lett a lakossági gázáremelés? Gázáremelés. 30%-kal emelkedik a gáz, 10% fölött az áram lakossági ára. Nem lett lakossági gázáremelés. Köszönöm szépen. Na, ugye megvan még Feriék ez irányú munkássága 2010 előtt. Ehhez képest a feleségének, a magyar gyűrölő Dobrev Klárának még van pofája előhozni a rezsicsökkentést. Pont neki. De legalább előkerült, újra itt van köztünk. Ez nagyon jó. Szegény Feri meg otthon ül a máját ültetés, akarom mondani a vakbél műtét után, és éppen összeszedi magát, de persze dolgozik ezerrel. Na de nem csak nekik gurult el a gyógyszer, hanem Molnár Zsolti bácsinál is az MSZP takaréklánk elméjénél. Mögöttünk látható a pénzügyminisztérium épülete, annak a pénzügyminisztériumé, amelyel szemben az elmúlt hetekben egy komoly csatát nyertünk, ha nem is háborút, hiszen nagy nehezen és talán látványpékségként, de befagyasztották az üzemanyagok árát, azokért az üzemanyagokért, amelyek nem csak az autósok számára, hanem mindenki számára nagyon nagy kockázatot jelentettek ezzel az irreálisan magas árral. Tudjátok, mire jöttem rá? Nem fogom hagyni, hogy két ilyen balfasz elrontsa a kedvemet. Nem végleges megoldás, és nem old meg minden problémát, de talán átmenetileg ez a döntés csökkenti a családokra nehezedő terhet. Azonban itt közeledve a karácsonyhoz, az adventi időszakhoz, a magyar családok a rendszerváltás óta talán a legnehezebb és talán legszegényesebb karácsonnyal állnak szemben. Megkacagta téged is, e kedves lókötő, végre itt van ő a nagy nevettető. Tombol a zene, tapsolj vele, bruhahahaha, gombócorra piros, szomorkodni tilos, bruhahahaha, huncut a szeme, kacsingat is vele, bruhahahaha. Hiszen olyan irreálisak az élelmiszer árak, olyan magas az infláció, amely nagyon sok család számára elviselhetetlen terhet jelent. Ezért a Magyar Szocialista Párt leghatározottabb követelése, hogy csökkentsék az élelmiszerek áfatartalmát, hiszen Európa legmagasabb áfa kulcsa a szegények, a szegényedő családok adójaként is felfogható, amely irreális terhet jelent egy karácsonyi készülődés során a magyar családok számára. Két idétlen csimpánz. Olyan alpáriak. Tudjátok, hogy mi jelent irreális terhet a magyar családok számára? Ti, büdös kommunisták, ti, akik évtizedeken keresztül megnyomorítottátok ezt a nemzetet a rossz indulatotokkal és a hülyeségetekkel. Erre nincsen szükség, Molnár Zsolti. És ez a se füles, se farka néphergelés is mehet a francba. De apropó hergelés, van ebben még egy nagyon jó tanítvány, ez pedig Cseh Katka, az uniós pénzek nagymestere. Bernadett Orosz, a mother of six from Hungary, was brutally and repeatedly beaten by her partner. Her nose got fractured, her eardrum exploded, her face was disfigured. When she asked for a restraining order, she couldn't get one. Out of desperation, she took pictures of her injuries and posted them on social media. And then she was sued for the invasion of privacy. Colleagues, Bernadette is an EU citizen. Her story clearly shows that our system is broken. Our system is failing victims. And colleagues, the Istanbul Convention is our most powerful tool to repair it. And there is clear evidence to that. From countries who ratified it, there is a clear positive change from prevention to prosecution. And let me just say that the populist right's shameful attacks, the smear campaign against the convention, is absolutely horrendous. We heard already also in this chamber that this is against their values, as if violence could ever be a value. Hungarian Minister Judith Varga talks about political hysteria, as if the victim's cry for help could ever be mistaken for hysteria. It's time for the EU to step up. It's time for an EU-level ratification of the Istanbul Convention. We call on the incoming French presidency to put it on the council agenda, because women in the EU deserve much better. Thank you very much. Hülyes szopós ribac. A Donát Anna elnökségével szélső baloldali húrokat pengető Momentum 5 milliárd forintnyi uniós pénzt bekasszírozó hazaárulója Cseh Katka ismét elvégezte a feladatát Brüsszelben, hol máshol. Szélső jobbozott egyet, a saját nemzetét támadta, és megpróbálta ismét lenyomni a torkunkon az isztambuli egyezményt. A nők védelmének érdekében persze.
amiből semmi nem igaz, hiszen ez a gender elméletet próbálja propagálni, méghozzá trójai falóként. Ezért mondott rá nemet nem csak a magyar kormány, hanem egész Közép-Európa. De Cseh Katkának megint ez a fontos. Nyilván nem a nők védelme. És nem tudunk neki mást ajánlani, mint Varga Judit igazságügyminiszter egyik tavalyi válaszát, ahol szépen megkapták ezek a kis szemétládák. Én azokkal ülök egy asztalnál, akik nem politikai nyilatkozatokban élik meg a nők, gyermekek és a családok védelmét, hanem a valódi tettekben gondolkodnak. És engedjen meg még egy gondolatot. Amikor készültem erre a válaszra, akkor rátévedtem az ellenzéki képviselőasszonyok közösségi oldalára. Elképesztő, hogy mi zajlik ott. Ha önöknek valóban fontos a nők melletti kiállás, akkor kezdjék a saját közösségi oldalukon. Minden egyes bejegyzésük után, olyan szintű, amely minden egyes bejegyzés egy-egy hergeléssel él fel, engem női, anyai, emberi méltóságomban mélyen sértő bejegyzéseket engednek meg a maguk követői. Tehát maguk ne kérjenek rajtam számon semmiféle nővédelmet és női egyenjogúságot, amíg ilyen megengedhetetlen stílusban nyilatkoznak az önök támogatói az önök oldalán. Én a valódi munkában hiszek, a valódi egyenjogúságban, nem a politikai hisztériakeltésben, nekem ez nem hangzatos szó, számomra valóság, és a tettekben hiszek. Köszönöm szépen, ebben legyenek partnerek. Jól van, megmutattad a szarnak ki a főnök. Kell még valamit mondanom, Ildikó? Szerintem nem. Varga Judit tökéletesen helyretette ezeket a furkókat. Mi viszont elköszönünk, jövő héten pénteken is nézzétek a karanténvlogot, ma este pedig 8 órakor nézzétek a műsort a Pesti TV-n, ahol Harrach Tamás, a 13. kerületi önkormányzat Fideszes képviselője lesz a vendégünk. Sziasztok, találkozunk jövő héten!